Nem tévesztett lépést a Balkány, a bajnokság 23. fordulójában sem, Mirgai László együttese a legtöbb gólhozó mérkőzésen 5-2-re verte a mándokot. A nyírgyulaj 3-2-re múlta felül a Tiszavasvárit, a vásárosnamény 4 0 bizonyult jobbnak a rakamaznál. Hosszú idő után örülhetett győzelemnek a Máté Szalka, Fogarasi Zoltán együttese Ibrányban nyert 2-0-ra. A sényű a nagyhalász verte 2-1-re, a nagyecsed pedig első tavaszi sikerére örülhetett a gyulaháza elleni 2 0 győzelmét követően. A tabella élén az 53 pontos balkány áll, megerőzve 4-35 pontos csapatot, a nagyecsedet, a rakamazt, a és a Tiszavasvárit. A 24. forduló párosítása a következő Mándoknyi Gyulaj, Mátisz Halka Sényű, Tuzsér Balkány, Tiszavasvár Ibrány, Gyulaháza Baktoló Nagyhalász Nagyöcsed és Rakamaz Fehérgyarmat.